Sziasztok, Necrocrim vagyok, és hát Battlefield 3-mal jelentkezem. Az első lépéseim Battlefield 3-ban. Sokan ugye, akik ismertek engem és nézitek a csatornámat, tudjátok, hogy Call of Duty játékos vagyok, illetve hát szeretem annak tartani magam, de viszont azt nem tudjátok, hogy Battlefield nem új nekem. Ez tulajdonképpen a második Battlefield 3 videón végül is, mert beta teszten részt vettem, csak hát a régi nagygép az nem bírta így, hát nem vásároltam meg, de azt el kell rájönnöm nektek, hogy Battlefield tényleg nem új nekem. Battlefield 2, 2142, Bad Company 2, és most Battlefield 3, tovább a Battlefield Play for Free-vel is szoktam játszani. Úgyhogy annyira nem új nekem ez a világ, ezekkel a Battlefield-ekkel játszottam, ugye, de kérdezhetitek nyugodtan, mi a francot csinál egy Call of Duty-s Battlefield környezetbe, és hogy kerülök én ide, és miért szeretek ezzel a játékkal játszani, de ugye amúgy is elegend kértétek már, hogy hát legyen Battlefield, legyen Battlefield. Nagyon szerettem volna felrakni Battlefield-et, de egyszerűen a régi nagygép annyira nem bírt, hogy nem volt érdemes. Battlefield Bad Company 2-t is egy montázsomban raktam bele egy pár játékmenetet, mert annyira örültem, hogy kifogtam egy olyan pillanatát a gépemnek, ami jól ment, de hát a grafikát hihetetlenül le kellett venni, és ja, sokkor jól ment a játék is, de most már azért változik a világ, új kép, új játékok, többek között Battlefield 3 is. Azt kell, hogy mondjam, ezek az első lépéseim, tényleg az első lépéseim ebben a játékban, után kielveztem, hogy mennyire szép ez a játék, úgy döntöttem, hogy fogok és egy normális játékra rá koncentrálok, és egy normális játékot próbálok hozni. Ez a negyedik játék a Battlefield 3-ban. Ti lesztek a bírák, hogy ez ennyire ment jól. Kíváncsi vagyok a Battlefield-esek véleményére, akik gyakran Battlefield-eznek, főleg Battlefield 3-aznak, hogy ez számít-e egy jó játéknak, jól ment-e a játék egy Call of Duty-shoz képest. Később sokat fogunk még erről beszélni, Call of Duty-es Battlefield, hogy jól ment a játék egy Call of Duty-shoz képest, és szeretnék tippeket kapni, mi a jó fegyver, mi a jó összeállítás, és hogy hogyan érdemes mozgolódni a pályákon, melyik pálya igazán jó és jó játékot lehet rajta játszani. Erre nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mivel hogy új vagyok, ezért szeretném a pályákat úgy kipróbálni, hogy tényleg a ti véleményetek alapján, és próbáljuk hozni értelmes videókat, ha szeretnétek, és ha kíváncsiak vagytok rá, bár ahogy elnéztem a visszajelzéseket, elnézem a visszajelzéseket, szeretnétek Battlefield 3-at is látni, és én amúgy is szeretnék nagyon közvetíteni. Szóval, Call of Duty Battlefield-ben mi a francot is csinálok én itt? Amit látjátok, National Canals, itt 32 játékos van, úgyhogy egy Call of Duty sem mondja nekem, hogy ez a játék nem pörgős, mert rohadtul azt tud le... Elnézést, ez beszoptam. Szóval nem mondják nekem a Call of Duty, hogy Battlefield nem pörgős, mert rohadtul pörgős, és olyan szinten kellett koncentrálnom ahhoz, hogy egy normális játékot tudjak hozni, hogy el se hiszitek, szóval kimerültem energiailag, amire ezt a játékot én lehoztam, mint új ember ugye a Call of Duty világához képest. A Call of Duty-ben őszintén már energiát nem használok fel arra, hogy játszak. Szóval, de itt aztán igazán oda kellett figyelni, főleg azért, mert új voltam, és hogy úgy érzem, tehát mint első játék, hogy ez nem lett számomra annyira jó játék. Nagyon élveztem, és szerintem jól játszottam, szóval első lettem annak a kíváncsire, és azért mondom ezt, sose szoktam stattal villogni, nagyon jól tudjátok, mert nem tartom fontosan, de rohadtul örültem és büszke voltam magamnak, hogy így kezdő Battlefield-esként sikerült elsőnek lenni egy olyan pályán, amit nem ismerek, viszont amikor láttam, hogy milyen az a pálya, azért trükkös voltam, mert ezt a pályát választottam, hogy videóul csináljuk. Miért? Mert pontosan a szűk járatai és ívei miatt, és hát ugye a kodos tapasztalat miatt tudtam, hogy azért ez a pálya nekem valamilyen szinten menni fog, és meg fog tudni rá felelni. Miért is? Nem csak azért, mert Call of Duty szoktam játszani, és hasonló mellett a pálya, hanem azért, mert már azért elég régóta multiplayerezem, és hát akik nézitek a videómat, nagyon tudjátok, hogy mit szoktam multiplayerben
tanácsolni, hogy hogyan álljunk hozzá a játékhoz, és mit hogyan csináljuk, és gyakorlatilag azért a saját apró szabályomat betartva igyekeztem megfelelni azoknak, akik Battlefield-eznek, és nem ismerik, hogy miket szoktam kodban mondani azoknak. Ugye itt mondom, hogy számomra az egyik legfontosabb lényeg, ha multiplayer játékról van szó, az, hogy elengedjem magam, ez egy játék, nem szól semmiről másról, csak arról, hogy élvezem, így aztán el szoktam engedni a kezem, és semmi más nem csinálok, érzésre megyek, és biztos vagyok benne, hogy ti is olyanok vagytok, akik multiplayereztek, hogy 80%-ban az érzésétek után mentek, 20%-ban ránéztek a radarra, és akkor halunk meg, amikor ránézünk a radarra, de a legtöbben, akik játszani szeretünk multiplayerre, és nem félünk elindulni, mert tudjuk, hogy a játék az érzésünkre hallgatunk, és úgy próbálunk igazodni a pályán, és ezért tűnik úgy sokszor, ugye, szerintem ezzel egyetértetek, sokszor ezért tűnik úgy, hogy a játékos gyorsabban lő, mint mi, mert úgy is teszi, hogy gyorsabbak a reflexei, semmi másért nem tűnik úgy, egyszerűen azért, mert olyan szinten számít arra, hogy te felbukkansz az adott sarok mögött, hogy már előre lőd, de gyakorlatilag a tudata be van állítva, hogy sarok jön, lesz valaki, lövök, akkor is lő sokszor, ugye, akkor is lövünk, hogyha nincs ott senki, hogy biztos legyünk, mert a megérzésünkre hallgatunk, és néha ugye azok megcsalnak, hogy van ott valaki, vagy nem, lényegtelen, de ezért tűnik úgy, hogy egy valaki gyorsabb, mint te, az, aki vagy ping, mert egyszerűen számít arra, hogy hol vagy, és ezért tudnak sokkal sikeresebbek lenni másoktól Battlefieldben, multiplayerben, Battlefield Call of Duty teljesen miben, mert hallgatnak arra megérzésre, hallgatnak arra tapasztalatra, hogy már régóta multiplayerezem, és tudom, hogy mennek a dolgok egy multiplayerben. Témaváltás, Battlefield vs. Call of Duty. Mi, melyik, miért jó? Na most én azt mondom, hogy ezt kurvára felejtsük el, hogy az egyik játék jobb, mint a másik. Nem jobb, egyik sem, mint a másik, mindegyiknek. Mind a kettőben rohadtul ugyanaz a feladat, menni kell, lőni kell, még a fegyverek is ugyanazok, ugyanazok a modern fegyverek, ugyanazt kell csinálni, menni kell, le kell lőni a másikat, menni kell, föl kell robbantani egy dolgot, menni kell, vezetni a tankot, be kell hívni a killstreaket. Mind a kettőben ugyanazt kell csinálni, mind a kettő ugyanolyan tud pörgős lenni és lassú is lenni, hogyha szükség van rá. Úgyhogy én annyit mondok, hogy Battlefield és Call of Duty-nek szerintem sürgősen fejezzétek be ezt a melyik a jobb játék, mert hogy itt rombolni lehet, igen, ott meg killstreakeket lehet behívni, szóval az ilyen fölösleges szócsatákba teljesen értelmetlen belemenni, mert mind a kettő játék kurva jó, és mind a kettő játék van, úgyhogy azt kell csinálni alapvetően, és én vagyok rá azért a bizonyíték, aki Call of Duty-zik legtöbbször, itt vagyok egy Battlefieldben, és nem vagyok utolsó, és nem bénázom azért, mert a játékban ugyanazt kell csinálni. És ugye itt van lenne a következő dolog, hogy mikor Battlefield 4-et bejelentették, hello, szia, ez egy érdekes jelenet volt, amikor a Battlefield 4-et bejelentették, az EA bizony meghívta az egy jó pár leghíresebb Call of Duty kommentátort, YouTube kommentátort, hogy próbálják ki a Battlefield-et, amire azért a Battlefield világa eléggé felhajdult, mert azok, akik pro Battlefield-es kommentátorok YouTube-on, azok azért igen beszartak, hogy elveszítik a kereseti lehetőségüket, mivel hogy a kodosoknak sokkal nagyobb rajongó bázisa van. Ennek természetesen meg is lehet az oka, mivel hogy a Battlefield-hez az elég csúcskategóriás gép kell. És íme így, itt van a következő dolog, a pénzcsináló gépezet, az AMD rengeteg pénzt fizetett azért az EA-nek, hogy hát optimalizáltok már a Battlefield 4-et a mi gépünkre, és miért tették ezt? Mert az AMD-s alkatrészek olcsóbbak. Szóval azért egy AMD-s processzor az Intelhez képest olcsóbb, az AMD-s videokártya az Nvidia-hoz képest olcsóbb, így aztán ugye az egész arra menje, hogy a játékosoknak sikerül új gépet összerakni, de talán egy Battlefield 4-re is minél többen megvegyék a játékot, az egész csak pénzről is, és ezért is hívták a Pro Call of Duty YouTube-osokat, hogy próbálják ki, hogy rakjanak föl videót a YouTube csatornákra a Battlefield 4-re, azon kívül ilyen rakat pénzt fizettek nekik ezért, hogy ezt megtegyék, hogy a Call of Duty játékosokat igen átcsábítsák.
Mondhatnám én, és hát hogy képzelik ezt, mint Call of Duty játékosok? Nem, nagyon is örülök ennek a lépésnek, mert akkor a Battlefieldesek örülhetnének, hogy profi Call of Duty játékosokat kapnak végre, olyan játékosok, akik tudnak lőni, tudnak célozni, és ugye a core Call of Duty játékosok, akikben van némi tartás, nem noob fegyó, nem camp, objektív módon játszik, és hát céltudatosan játszanak, végre ilyen játékosokat kapnának, akikkel lehet igazi jó játékot csinálni, és igen, tanítsátok meg őket Battlefield-ezni, és vice versa, a Battlefield-esek, igen, menjetek el Call of Duty-zni, tudjátok meg, hogy milyen az egy igazán dupla tempójú játék, egy Rushhoz, egy Conquesthez képest, egy dupla tempójú játék, de viszont ott vagytok, megtaníthatjátok nekik, hogy milyen egy taktikus játék Call of Duty-ban, mert azért arra is van lehetőség, bár egyre kevésbé MW2 óta, de van rá lehetőség, és bevallom őszintén, hogy én is idősödöm, annál inkább vágyom taktikus játék, úgyhogy azt mondom, hogy a két bázis ne menjen bele szócsatába, hogy miért, és főleg ne ezen videó alatt ne menjen bele szócsatába, hogy miért jobb az egyik játék a másiktól, mert nem jobb egyik sem a másiktól. Mind a kettő a saját világában mozog, de alapvetően ugyanaz a cél, lőj, vagy ha nem, téged lőnek. Úgyhogy lehet ítélkezni, végignéztetek a játékot. Én így játszottam Battlefield 3-on, negyedik egy játékon, utána kicsodáltam magam, hogy ez a játék miért tud ilyen tetű szép lenni. És nagyon-nagyon-nagyon élveztem, és hihetetlenül felpörgött, új volt, jó volt, és ez a másik kulcs volt, új volt. Call of Duty-sok, akik már kicsit unjátok, már annyira ismeritek, menjetek el, zúzzatok egyet Battlefieldben, másképp fog menni Call of Duty is, meglátjátok, másképp fogjátok látni a pályákat is. A másik meg, hogy tudom, hogy szeretnétek Battlefield 3-ot látni a csatornámon, mert már sokan kértétek, ezért íme itt az apró feladat. Ti döntitek el, hogy hogyan játszom. Ti rakjátok össze az én fegyveremet, ti mondjátok meg, hogy melyik pályán, ha találok olyan játékot, ti mondjátok el, hogy milyen típusú játékban, melyik pályán, milyen fegyver összeállításban, lehet akármilyen idióta fegyver, igyekszem, illetve összeállító is igyekszem minél jobb játékot játszani, de tényleg azt mondom, hogy ti legyetek azok, aki irányítjátok én Battlefield 3 karrieremet, illetve majd később Battlefield 4 karrieremet, hogy úgy legyen. Ti legyetek azok, akik megmondjátok, hogyan játszok. És íme, hogy ugye összetartsuk egy jó kis közösséget, formáljunk ki, szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Közben a játék végére értem, hát ez lett a statom, kinek mi. Következő videóig. Sziasztok!